Szép jó reggelt, Drodapest, egy újabb napra ébredtünk, külön utakon jár a csapat. Bence, azt hiszem Dominika van. Jó reggelt kívánok mindenkinek, itt van Dominik is. Elkezdtük a mai napot, itt vagyunk bent az irodában, ez a kis raktárunk. Bálint, mivel engem pedig felhívott Szabi, szeretne mondani valamit, és behívott a pizzériába, úgyhogy most nem tudom, innen felismeri-e valaki, éppen úton vagyok oda. Nem tudom, hogy mit akar, nagyon hideg van, folyik a szemem, fázik a kezem, itt is van. Oké, megérkeztem. Sziasztok! Csá! Csá! Hellóka! Látjátok, itt vannak mindenkinek a cuccai, nehogy véletlen mindjárt Brodapest és merch is kapható legyen, de azért jöttem be, mert Rebekának megjelentek a cuccai, és ebből fogunk vinni neki, tudja megmutatni nektek, mert ő még nem látta élőbe, egyébként nagyon jól néznek ki. Nem is tudom, most nem akarok itt a reklám helye, de ott van rajta a lova. Várjál meg. Amúgy, ha nem ilyen női pulcsira nyomták volna, még hordanám is. Igen, ott a paci, ez Rebekának a lova, enjoy! Tudom, hogy enjoynak kell mondani, de Rebekáik úgy szólítsák, hogy enjoy! És felvegyük női crop top. Jó lenne. Úgyhogy itt vagyunk az irodában, ott vannak az én cuccaim is egyébként. Laura Normanos cuccok. És itt kezdjük a napot. A többiek nem tudom, hogy hol vannak, de most még haza fogunk ugrani hozzám, elvenni egy-két cuccot. Dominik hát, egy friss és üdi. Pörög az élet, érted? Pörög az sem élet. Állunk meg, show business, ilyen. Hányig vágtál reggel? Ezt akartam mondani, hogy reggel 7-kor, 7-ig vágtam, és 11-kor keltett ez a fax számítógép tapancsokkal, amikor tudtam jól, hogy úgyse kell még fölkelnem addigra, mert... Hát de várjál, azt mondtad, hogy elmész Bálinta, mert ő tetoválást csinál. De hol volt Bálint, én nem jött? Bálint hívott engem, hogy keltselek fel téged, erdély vagyok, bocs, de te nem nagyon akartál felkelni, mert reggel 7-kor feküdtél le. Hát én azt hittem, jön Bálint be, oda jön, hogy csá, tesó, menjünk, én így kipattantam volna, felöltözök, és már indultam is. Nem tudom ez, opá. Mintha nem így működnék amúgy, de mindegy. Nem tudom, ez nem az én hibám, hogy őszinte legyek, én csak az összekötő vagyok. Itt Bálint a hibás, mert nem jött fel, hogy csá, tesó, mehetünk? És így... Így van, mindig Bálint a hibás, ezt jegyezzétek pontosan meg. Na szóval azért hívtam, hogy nem, hogy Dumájomban még sosem dumáltunk így. Tudom életekben így együtt, hogy nézünk. Hát amióta visszaköltöztél, azóta tényleg. Mert én amúgy akkor költöztem ki akkor a Brodapest lakásból, még annól, amikor te költöztél. Hát én a Broda lakásból is hát költöztem. Hát jó, de úgy, hogy voltál ott. Elkezdtünk randizni. Igen, na úgy, arra gondolom. De hogy akkor én már elmentem, és ezen azóta is beszéltünk, hogy nem is tudom, mi van. És így arra gondoltam, hogy lehetne valamit csinálni, mert így karácsony van, meg így látom, hogy itt több fresseltek, csak hogy így én is a Timivel elmennék valahova, aztán így azt gondoltam, hogy úgy. Ötlet? Karácsonyvásár. Mi az lenne, jó, ha nyomnánk egy jó ilyen négyes talit a karácsonyvásárban? A négyesben? Mhm. Uh-huh. Ja, hogy én nem? Szerinted a Tini benne lenne, vagy a Bence? Szerintem simán. Bence biztos. Mert? Egy az, hogy ha én szeretnék menni, akkor megyünk. Kettő. Jó. <van. gül> Kettő. Meg hogy egyébként is lóg nekem egy kis Romival a szervezkedése miatt, úgyhogy szerintem... Ja, mert tényleg te nem tudtad, hogy ez lesz az egész? Nem, hát honnan? Érted, jó, tehát, hogy én nem tudtam, fogalmam volt az egészre. Hát senki nem tudta, hogy egy hónapra kiveszi ezt a... De a Dominik sem mondta amúgy, de mert ő se tudta. Hát nem, mert Bence ugye mindenkinek csak mondott, hogy Timit megprankeljünk, és akkor az van, de... Ja, na mindegy. Mi legyen most, akkor én... Este menjünk karácsonyi vásárba. Hát figyelj, te beszéld meg Timivel, én megbeszélem Bencével. És dress code. Valami kis csini, romantikus. Elegáns ma? Hát azért nem elegáns, tehát nem fogok magasságozni, meg ilyenek, de egy csinálat. Mindig jól nézünk ki szerintem, úgyhogy... Meg van beszélve. De jó, de akkor ez egy olyan, hogy így édesbe, csak. Kis forralt bor, kis sétálgatás, kis Amúgy adom, tök jó. Jó, én akkor följön a Timit, meg kívül a Bencét, aztán beszélünk össze. Jó. Legyen. Meg azt megbeszéljük, hol találkozunk, aztán itt pedig. Ja, arra ki kell találni valami jót, de akkor. De hogy te lenyugodtál már ebben az egészben? Nem arra, egészben, hogy ott lakunk meg? De azt akartam kérdezni amúgy. Nem, figyelj! Mert mondtam, láttam este, amúgy nem tudtál aludni, meg ott idegeskedtünk. Ez nem igaz! Ez nem igaz! Nem a videót!
Na most égesnél meg. Nem, egyébként nekem annyi volt a bajom, hogy Bence nem szólt. Tehát mindent megbeszélünk, és pont ebből kihagyott. És az egy kicsit szarulás, de egyébként szerintem tök jó. Mert pont ezért egyébként, hogy én ebből kimaradtam, amikor ti így hárman együtt voltatok, és mindig csak a videókat láttam. És ez azért nagyon vicces. Mert jó, nyilván, ha dolgoznék, akkor nem, de egyébként nagyon viccesek vagyunk hárman együtt. Hát remélem, hogy nem akarok az agyadba menni. Persze nem fixen én vagyok a leghülyebb akár, ha most egy pont biztos, úgy érzem. Az biztos, de így hárman kiegészítünk meg egymást, úgyhogy szerintem jó. Nem baj, az este jó lesz. Király lesz. Jó van. Ezek a kedvenceim egyébként, hogy őszinte legyek. Annyira sajnálom, hogy ezek nem az én cuccaim, ezek Ruben cuccai, de tudod, kis dogó. Tudod-e, kis dogó. Mennyire jól néz ki? Nem vagy normális. Állatvédők, az állatvédők, Dominik. Nem csinálunk ilyet. Amúgy te most látod először az új raktárt, nem? Hát nem volt még a raktár megcsinálva, amikor utoljára itt voltál van az irodában. Látod? Most be van fakkosítva. Nem tudom. Mint ha, olyan emléke van, mintha egyszer láttam volna, de lehet hülye. Hogy... Lehet, hogy a képen láttad, mert Istvánnál kint volt. Ez az egész. Haló. Szabi vagyok, szia Timi. Mizu. Tényleg? És mit csinálsz este? Nincs kedve a karácsonyi vásárhoz mondjuk? Szerintem a bazilikánál, aha. Hát velem. Vagy egy kivel. Aha. Benne vagy? Jó van, akkor majd írok még aztán. Jó, megbeszéljük, hogy hol találkozunk, jó? A kedvenc emberem az egész irodába. Polgármester úr? Hoppá. Hopp. Nem, ilyet nem csak. Jó a polgármester úr. Írjátok le kommentbe, hogy ez ki. Szevasztok is. Ösköss. Mivel folyamatosan Budapestet forgatunk, ezért nem nagyon járok be az irodába, mert reggeltől estig forgatjuk a sorozatot, de nem tudom, hogy itt a Budapest csatornán... Ja, hát láttátok, mert ezzel kezdődött az első rész, hogy láttátok az irodámat, így néz ki egyébként, nem tudom, hogy érdekel-e bárkit is. Itt a Paulom, ott vannak a boxok, ott szoktam ülni. Csodálatos telefonom beírja, hogy Bence. És Dominik itt töltött el 1000 órát, amikor még itt volt a vágógépem, és vágta a videóimat 2 héten keresztül. Hol vagy te, fiú? Ja, a kedvencem várjatok, amivel mindenkit idegesíteni szoktam itt az irodában. Az utcaemberét kérdezzük meg, hogy mi a véleménye a Budapestről, és hogy látta ez az előtti részt. Tetszik a Budapest? Nem. És miért nem? Mert nem. Ki a kedvenc szereplő? És mit tehetnék, hogy jobb legyen? Ez semmit. És ki a kedvenc szereplőd? Straub Dominik. És miért ő? Nem nagyon gizda? Ki nagy forma. Nagy forma? Nagy. Azt hallottad, hogy igazából nem is az? Csak megjátsza magát a nézőknek? Igen, és? De jól csinálja. Csak a pénzért videózik. Igen. Nem is videózik már. Hát mert nem volt benne vele a pénze. Nem. Mit? Hol lehet kapni a termékeket? Az interneten. Lambox.hu? Per shop. Nem. Na, srácok. Várod Bálint? Mehet? Na jó. Mindent elintéztünk az irodában. Egyébként annyira kidobónak érzem magam ebben a kabátban. Kétszer akkor leszek tőle, mint amúgy vagyok. Pedig amúgy sem vagyok egy kisgyerek. És le akartam videózni, esetleg, és én is megcsúsztam, te csak eljátszottad? Nem. Na, amúgy én se. Volna, de amúgy azt hiszem, hogy éreztem, mondom, így konkrétan a fejembe ez játszódott le. Fixen el fogok csúszni, és abban a pillanatban. És a lényeg az, hogy a másik kezeddel szétfeszíteni a bőrt, úgy talán könnyebb lesz. De előtte belemeltjük a tintába a tűt, és hajrá. Most az egyébként a videót is félretéve, srácok, tehát hogy ti mint normális vagy? No, annyi, hogy mindig, hogyha húzol egy vonalat, akkor előtte bevazelinezzük. Vagy egy kis segítség. Köszönöm, igen, ezt így bele, ennyi. Aha, így van. Végét letörlöm neked. Jó, ennyi elég. És akkor mehet a menet. Ez már...
És mennyire kell belenyomnom? Azért érkeztünk, elveszek pár cuccot innen is, az iroda után. Dominik az nem tudom mit csinál, az teljesen meghalt. Mi van veled? Barát, látszik, hogy reggel 7-kor feküdtél le. Értékeljük a mai napot. Hogy érzed magad? Aha, teljesen jól. Közben megeszek egy kis joghurtot, ilyen kis csoki darabkák vannak benne, tök jól vagyok. Nem olyan vagyok, mint Dominik, hogy nem bírom, mert egy tál tészta vagyok, igaz-e? Éhes vagyok. Éhes vagy? Mit lehetek most neked? Miért undorító? What's that sound? Ma vagy miért? Akkor nem kérsz? Hát ma mégsem vagyok éhes. Ma kiadjon. Kérsz joghurtot? Éééé. Kérsz joghurtot? Nem. Mi van, Bencét? Kivételesen hív Rebecca. Hello! Szia kicsike, figyelj csak, az a helyzet, hogy van egy szuper ötletünk, este megyünk a karivásárba, és hát tudod, te még lóksz nekem egy nagyon romi estével, vagy hát egy kis meglepetéssel, úgyhogy arra gondoltam, hogy elé kaphatnád a csábító, hódító arcod, és meglephetnél valamivel, és este a karácsonyi vásárba talizunk. De miért lógok neked? Hát tudod, a lakásbérlés miatt, amit beszéltünk, emlékszel? Uh-huh. És akkor este találkozunk Csinibe, Romiba, majd mondok neked egy pontos helyet, és akkor ott ali. Jó. Oké? Okay. Igen. Jól van, írok majd. Oké, okay, puszi. Csok. Dominik, le kell mondanom veled a randit, mert Rebekával randizom. Jaj, ne. Te most beszéltél Rebekával? Te ennyire káó vagy? A puszi hello meg volt, de nem el is realizáltam. Ennyire szét vagy? Így gyerek, reggel 7-ig vág. Timi? Nem ér hozzá. Aha. Nagyon remeg a puszi. Nyugi. Na, az a tök új illatot. Jó, törlök egyet. Jó, hát csak nem tudom, hogy mi attól, meg mi vagyok én. Na jó. Ezt az a szerencse, hogy helyből te ugye tudod javítani. Várj, most megint más bele a, jó. A tintába. Jó, igen, letörlök. Jó, mehet. Nem akarsz vezetni? Ó, amúgy esküszöm, akarnék, de most ebben az állapotomban a halál, amit a legjobban kívánok. Amúgy ne tévesszem meg titeket, hogy megint más pulcsi van rajtam, ötödjére öltözöm már, csak felvetem egy másik cipőt és találnia kell vele. Hoppá. Hát érted, fürdés. Kinek kell fürdés? A gyengéknek. Hülyék fürdenek. Vágod, az van, hogy full beprenkeltem a Timit meg a Bencét egyszerre. Inkább egy 10 perce várok itt. Ez a prank, hogy megvárod? Nem, hanem az a prank, hogy maga voltam a Rebekával dumálni, meg kajáltunk. Igen. És mondtam neki, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnak egy 4-es randit. Vágod? Ja, és a Rebeka nem tudja, hogy én ide hívtam már a Bencét és meg a Timit egyszerre. És ezek azt hiszik majd most, hogy egyéni randiznak, nem? Vagy nem? Megérkeztem a bazilika elé, itt vagyok, a hátam mögött van a karácsonyi vásár. Imádom egyébként, tavaly is voltunk, tavaly is voltunk, nagyon finom a forralbor, és itt kell Rebekával találkozzak, fel vagyok készülve virággal, csak nem tudom, hogy hol van. Nem tudom, hogy egyébként így néz ki. Egész dolog, meg lehet venni cuccokat. Itt van Timi. Hi! Te így... Szabi? Szabi? Jaj! Szabi. Milyen Szabi? Hát te rögelsz. Én Rebekával kéne találkozzak. Te mit keresel itt? Te mit keresel itt? Timi, te... A Szabi felhívott ma. Igen? Jöjjünk ki ide ketten, este.
Nem, no, 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 itt valami turpisság van. Hát Rebeka a virágot is... De várjál már, Timi, te akarsz. Nem valamit vagy? Te mire vagy? A Szabi hívott ki, nem lehet ilyen. Boronálgatni akarsz, vagy mi van? A Szabi hívott ki kettesbe találkozni. Hogy mit? Mert randit akartatok? Vagy mit akartatok? Nem! Tudod, van itt valami köztetek. De hol a Szabi? De ez nekem nagyon fura, hogy miért kiabálsz, hogy nem is találkozt. Rebeka itt kéne valahol legyen. Timi, mondd el, hát nem gáz. Egyáltalán nem gáz. Nem prankelek. Egyáltalán nem prankelek. Hát láttátok, felhívott engem Rebeka. Engem meg a Szabi, és fel is vettem. Valami turpisság van. Valami turpisság van. Te vagy a turpisság, hol vannak? Fogalmam sincs, amúgy csörög a telefon, várjál. Mondom, a Rebeka az. Nem a Rebeka. Nem a Rebeka hívott. Fogalmam sincs, hogy ki hívott. De egyébként néznek a izék minket, hogy videózunk. Kik? Biztonsági őrök, úgyhogy... Sziasztok, nem láttátok a Royal Szabit? Szóval? Vagy a Markó Rebekát? Elmentek, a kérdéstől emelkedik. Nem tudom, hogy mire véljem az egészet. Itt ez a meghitt pillanat. Tök cinka itt vagy, mikor ide ér. Ó, persze, itt valami más van, valami más erők mozgolódnak. Hogy ezt a virágot ő küldte? Kicsoda? A Szabi? Nem, ezt én vettem Rebekának. Mi ebben olyan lehetetlen? Hol vannak ezek? Látod őket? Tesó, ez egy karácsonyi vásár, onnan az Istentől vettél őket észre. Az egymillió. Kíváncsi leszek erre a reakcióra amúgy. Ne? Ott te. Tényleg. Nem. Ti mit csináltok itt? De várjál már! Ti randiztok? De velem voltál még egy-két órája. Közben Timihez oda jönnek képért. Mi történik itt? De ti randiztok amúgy? De mi történik? Ezt te intézted, te mocsok. Ez te voltál, megprankeltél. Benne lehettek a videóban? Mi történik? Szuper benne. Mi történik? A csajok idejöttek képért, te leszervezted a randit. Nem kettem randizunk? Hát én idejöttem, hogy Rebeka találkozok, itt a virág haver. De ne röhögjél! Nem hoztál nekem virágot? De meg mit keresel itt? Egy órája még velem voltál. Hát... Közben, hát minden, mi ez a random találkozó itt? Úristen, mit szervezted? Az a baj. Benne lehettek a videóban? Akkor köszönhetek a ti is. Sziasztok! De most megijedtél, megnapültél amúgy? Én azt hittem, hogy a Timi az... Ember! Esküszöm, nem tudom mire vélni az egész dolgot. Ezt így intéztétek? Nem intéztem sem! Szomszédok! Nem érted? Nem érti. Te akkor szerintem megyek haza. Rebeka? Hol van Rebeka? Szabi, hol van Rebeka? Az a baj, nem tudom, hol a Rebeka. Elintéztem. Persze, csinálhatunk. Szabi meg... Szabitól is kérnek. Akkor igen, csinálhatunk. Gyere, várj, ezt fogd meg. Fogd meg. Igen. Azt is megfogd. Menjél oda, nézd, csak oda mehetsz. Jó, gyorsan, ügyesen. Tessék. Szuper, közben kattan a kép. Nem értek semmit se. Kinek van keresztapás csengő hangja? Te ki vagy? Szuper. Nem értem, hogy mi történik. Semmi nem volt lebeszélve. Halljátok? De hogy nem egy-ketten, tehát itt azért vagyunk egy pár. Persze, csinálok. Valamit a videóban mondani, de ide állok meg. Igen, Bence.leső 1. Kint. Jó. Szóval, szeretek mindenkit, és kövessétek Bencét Instán, Facebookon. Jaj, de aranyos vagy. És a Timit is, kövessétek. De aranyosak vagytok. Dominika nem vágott bele. Dominik, bele kell vágni ezt majd, jó? Valószínűleg nem indította el a lányok, elrontottátok a prankemet. Teljesen, de tényleg most nem is tudom, hogy most... Tudtátok, hogy itt leszünk? Nem! 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 Ez az egy nap. Nem! Elképesztő. Azon vitatkoztunk. Igen. De ráadásul ilyen két órára lakunk itt Pestől, tehát ilyen osztálykirándulásszerű. Igen. És csak úgy vettünk észre titeket, hogy azon veszekedtünk, hogy bemenjünk a Starbucksba, vagy ne. Akkor csinálsz nem és meg, igen, csinálok képet mindenkivel, gyere. Szuper, elképesztő. Na jó, lelőjük a képeket, és akkor innen majd folytatjuk.
messzire jöttél? Én ott messzire jött, hosszú volt a tér. Éjszakákon át, régi állom, vissza-vissza tér. Na, témi, az éjszakét. Én a fényre várok, szembe fúj a szél. Elkísér, mered csak én járok felhős. Klipet forgatok? Ja. Igen, bocsi. Egyébként csak elmondom, hogy ezt meg vissza fogod kapni, rojálos Szabolcs. De mi? Hogy nézel ki izé nélkül szakál nélkül? Amúgy nagyon durva. De amúgy vágod, de a Rebeka nem tudta, hogy ez egy prank. Nem tudta? Nem. Nem a Rebeka, én az a lényeg, hogy én külön direkt föl, vagy téged fölhívott a Rebeka? Igen. És akkor hol van? Nem tudom, hogy hol van a Rebeka. Vágod, én idejövök, én itt vártam már direkt, mert hogy prank miatt itt vártam 15-20 percet, és megláttam, hogy eljössz onnan balról, Timi ott állt a sarokba, 40 percig még néztem, hogy a Timi itt áll. Én azt hittem, hogy a Timi érez egy kis. Érzel egy kis? Na jó, oké. Sziasztok, hello! Mondanom kell nektek valamit. Vesz ez a sz... Álljátok be a sarokba? De... Álljátok, váljátok egy kicsit beljebb. Jó. Most mi történik? Most mi van? Most mi van? Álljon meg mindenki velem szembe. Most mi van? Halló! Ki akarta menni aktívan a részemet a Brodapestből? Igen. Mert... Mert mi... Mi van? Mi csináltál? Tetoválást csináltál? Azt hittem, hogy olyan hülye vagy, hogy valami Brodapest feliratot csináltál. Mutasd már! Ha, már tényleg? Ne! A Bálint várta fel rám. A Bálint várta fel? Igen. Hát az lett volna az igazi, ha mindenki var egy betűt és a Brodapestet odarakta. Ez amúgy... Ez zseniális. Az elején úgy megijedtem, hogy valami Brodapest feliratot... Most már igazi tag vagy, van tetoválásod. Mi az az ez jó, ez most jó volt. Esküszöm vagyok. Én azt nem értem egyébként, van egy tetkod, igazi tag vagyok? Az vagy, de nekünk nincs ilyen tetkod. Hát gondoltam, most ti jöttek és én csinálom nektek. Vá, én, nézd, én is gondoltam, kiveszem a részem. És így az egész testemet. De nagyon jó egyébként, Ügyi, nagyon jó. Több tetoválás, nem erre az már túlzás lenne. Megöregsz, azt megbánod. Ja. Muszáj ráncos leszel. Jó. Ráncos leszel meg ilyenek. De bokám nem. Nem, az csak... Úgy fázok miatta, mint a rohadás, mert nem tudtam felvenni rá semmit. Hát. Jó, amúgy ne haragudj.